7 hónapja vettem fel utoljára egyedül könyves videót. Úgyhogy ha bár nincsen igazán sok, ezek plusz 2, azért gondoltam megosztom veletek. Kezdjük is a legelején, amiről szerintem beszéltem nektek talán a kérdezfelelekben. Joe Navarro, What Everybody's Saying. Wow. Imádom. Valószínűleg el fogom még olvasni párszor, így nem fogjátok látni, de végig ki van jelölve az egész. Elképesztően nagyon jó. Ha egy picit is, nagyon picit érdekel a testbeszéd, nem kifejezetten mimika egyébként, ugyanis az egy másik könyv, azt is mondtam nektek, nem fogom soha megjegyezni a címét se és a csajnak a teljes nevét, Annie, annyit tudok, úgyhogy ez a könyv kifejezetten az arcon való mimikára, mikro kifejezésekre fekszik rá, ez viszont inkább testbeszéd, és ahogy már mondtam nektek a kérdezfelelekben is, egy volt FBI ügynök tapasztalatai alapján, ami azt jelenti, hogy nagyon-nagyon sok vallatáson történt dolgot mesél el, megpróbálja úgy átadni, hogy rengeteg példát hoz, és egyébként hétköznapi életbe is beilleszthető példákat ír le a könyvbe képekkel. Egyébként úgyhogy nagyon jól befogadható szerintem akkor is, hogyha nem is tudom, hogy mondjam, ha nem vagy annyira ráfixálódva erre az egészre, mint ahogy én voltam, hogyha egy nagyon picit is, ilyen picit is szerettétek a Hazudj nekem, talán ez a magyar címe, Lie to Me sorozatot, akkor szerintem megér egy kört, nagyon érdekes, és oké, elmondom. Miután befejezed a könyvet, a következő pár heted az azzal fog telni, legalábbis nekem ezzel telt, akárhova mentünk nyilvános helyre, így néztem az embereket, hogy mit csinálnak, és elképesztően érdekes, úgyhogy What Everybody's Saying szerintem nagyon király. Én egyébként angolul olvastam, gondolom, hogy magyarul is ugyanolyan jó. Ami viszont fura, hogy Dóritól megkaptam a második részét, ami mindjárt elmondom, hogy miről szól, viszont ez magyarul van. És összeegyeztetni a kettőt, hogy melyik kifejezés mit jelent magyarul, és amit angolul már idézőjelben megtanultam, azokat átültetni magyarba az egy kicsit fura, úgyhogy ha elkezded egy nyelven, akkor szerintem a másik is ugyanazon a nyelven fejezd be. A második része az igazából egy ilyen kis szótár. Talán ez egy jó kifejezés. Végig megy az egész testen, tetőtől talpig, külön kiemelve szem, szemöldök, orr, száj, kezek, tehát mindegy, lényegtelen, nagyon részletesen, különböző testrészeken végig megy, és az összes lehetséges kifejezést, amit azzal a testrésszel végzel, az le van írva, hogy mit jelent. Összesen 400 talán, téves, 407 testbeszéd kifejezés van benne, és jaj, nagyon érdekes. Elképesztően sokat tudnék róla beszélni. Joe Navarro, zseni. Most, hogy ezen túl vagyunk, térjünk át a fikcióra, ugyanis tudom, hogy azokat valószínű jobban szeretitek. Valamiért úgy emlékszem, hogy erről beszéltem már, de lehet, hogy tévedek. Ki a switch? Olyan régen olvastam, hogy nem sem emlékszem már, hogy mi a sorozat. The Devil's Night, talán ez a sorozatnak a címe, amiben benne van. Nem tudtam, hogy miről szól a könyv. Nem ismertem a szerzőt, a sorozatot, semmit nem ismertem. Egy Amazon outletbe vettem a könyvet, angolul. Azt se tudom, hogy magyarul létezik-e, viszont utána jártam, és egyébként kapható a könyv. Online biztosan. Ez a Devil's Night-nak a harmadik része, hogyha jól emlékszem. Van hozzá lejátszási lista, az annyira egyébként nem jött be. Egy Dracula idézettel kezd, két szemszögből játszódik a történet, és egyébként maga a könyv, ahogy én olvastam, nagyon puritán, a szokásos angol idézőjeles felosztás, és ami történik benne, egyedül annyi, hogy mind a két szereplőnknek, ha megtalálom, van egy-egy saját kis borító, indító képe, nem is tudom, hogy minek hívjam. Az egyik az egy szökőkút, a másik meg egy méz. Nem tudom, hogy a méznek mi a magyar megfelelője, útvesztő talán.
mert nem labirintus. Nemrég megtanultam, hogy mi a különbség a labirintus és gondolom útvesztő köz, ha nem az a méz, akkor leírom. A lényeg annyi, hogy gyerekkoruk óta ismerik egymást, aztán történik egy baleset, az egyikőjük elköltözik a városból, majd nem tudom, 16-7 évesen visszaköltözik a városba, de a baleset miatt, akinek a balesete volt, nem tudja, amikor újra találkozik a másikkal, hogy ő ki. Így elkezdenek igazából teljesen újra megismerkedni, viszont családi szempontból nagyon-nagyon sok bonyodalmat jelent ez igazából. Kicsit ilyen ellenségekből valami dolog indul el. Nem szeretnék spoilerezni, és ha teljesen őszinte akarok lenni, akkor tök sok mindent elfelejtettem már. Azt tudom, hogy imádtam, és elképesztően meg voltam rajta lepődve. Egy olyan könyv, amit soha-soha nem hallottam még, de még csak az írót se egyszer se, tehát egyáltalán nem mainstream. Annyira nagyon jó, és nagyon underrated, úgyhogy szerintem egy kicsit ilyen krimis vonal, de közben mégis romantikus, kicsit agresszív, de nem túlságosan. Viszont emlékszem rá, hogy amikor elkezdtem olvasni, akkor meséltem Barbie-nak egy részt belőle, és így nézett rám, hogy te jó ég. Úgyhogy egyébként provokatív, de nagyon-nagyon jó. Úgyhogy ha meg tudjátok szerezni, akkor szerintem mindenképpen olvassátok el. Ja, és azt akartam még mondani, hogy attól függetlenül, hogy nem sorozatban olvastam, önmagában is teljesen jól értelmezhető volt a könyv. Azt mondják egyébként, hogy ha olvastad az előzőket, akkor nyilván jobb, viszont önmagában teljesen megállja a helyét. Családok ellen fordulnak, ilyen tipikus, a város leggazdagabbjai. Ah! Zseni. Ezután jön egy olyan könyv, amit valószínű, hogy nagyon sokan vártatok, hogy elolvassak, ami nem más, mint a Hunting Adeline. Ezt is angolul olvastam, amikor megrendeltem, akkor még nem volt elérhető magyarul, mire megjött, addigra lehetett volna magyarul is rendelni. De angolul olvastam, és őszintén megmondom, hogy nem bántam meg, Barbie megvette magyarul, és az angol szerintem sokkal kidolgozottabb. Nagyon ritkán érzek ilyet, viszont úgy érzem, hogy az angol kiadás a sokkal-sokkal jobb. Aki olvasta a könyvet, az tudja, hogy vannak benne ilyen kis visszatekintések, kis naplóbejegyzések, és az angolban a részletek, amik rajta vannak a kis naplóbejegyzésen, jelentenek valamit, és magyarban nincsen ott, és annyira nekem hiányérzetem van tőle, de nem tudom, hogyha nem így olvastam volna, akkor zavart volna-e. Hunting Adeline. Az a helyzet, hogy szerintem túl nagy elvárásokkal mentem neki ennek a könyvnek, ugyanis amikor megrendeltem, akkor azért rendeltem meg, mert TikTokon konkrétan minden is erről szólt, és nekem nem volt olyan nagy szám. Csak azt lehetett hallani róla, hogy úristen mennyire durva, úristen mennyire szexi, mennyire megbotránkoztató, és blablablablabla. Nem. És csalódás volt. És nem a könyvnek az elején. Important note! Egy egész oldalnyi figyelmeztetés van. Figyelemfelhívás. Mindenféle dologra. És valóban tartalmazza a könyv ezeket a dolgokat, viszont amennyire ezt a részét hype-olták a könyvnek, ez a része nekem csalódás volt. Azok a kinkek, amik ebben a könyvben vannak, engem egyáltalán nem érintenek meg, úgyhogy lehet, hogy ez is probléma. Hogyha érdekelne, akkor lehet, hogy jobban tetszett volna. Beteszem egyébként ide a figyelemfelhívós részt. Mindenki el tudja dönteni magának, hogy érdekli ez a vonal, vagy nem. Viszont, hogyha a szexualitástól és az erőszaktól eltekintünk, akkor egy nagyon jó könyv volt, és botrányos dupla cliffhangerrel lett vége, és nagyon várom, hogy megjelenjen a következő, mert el fogom olvasni, mert érdekel, hogy mi lesz a történet további része, de nem azért, ami miatt TikTokon oda vannak érte az emberek. Nagyon röviden, viszonylag spoilermentesen. Kettő szereplőnk van, az egyik természetesen Adeline, a másik szereplőnk pedig hívjuk az Árnyéknak, ahogy a könyv elején is hívják.
Vázat Story. Adeline egy írónő. Most jelenik meg egy új könyve, vagy valami ilyesmi, és dedikálása van egy helyi könyvesboltban. Ami előtt az árnyék elsétál egy csodás délután, és pont akkor van a dedikálás, bemegy, meglátja Adeline-t, azonnal beleszeret. És ez szerintem nem túl nagy spoiler, hogy a faszi egy kicsit kattos, úgyhogy Edinek a zaklatója lesz, és így kezdődik igazából az egész történet, és innen fog minden nagyon-nagyon durván fejlődni. Miközben a másik szálon pedig Adeline és a barátnője olyan felfedezéseket tesznek a családi házról is, de leginkább a család múltjáról, amik nagyon nagyban összefüggenek a jelennel, és akkor így szerintem nem mondtam sokat. Ha láttatok egy TikTokot is, akkor tudjátok, hogy Adeline és a zaklatója közt későbbiekben lesz fizikális kapcsolat is. Itt jönnek be a különböző extrém kinkek. Viszont, hogyha a történet mögöttes részét nézzük, elképesztően érdekes, hogy milyen jól van leírva, hogy mi megy végbe Edinek a fejében azzal kapcsolatban, hogy neki van egy zaklatója, ő kommunikál a zaklatójával, és hogy milyen érzései vannak ezzel kapcsolatban. Illetve, ahogy elkezdjük jobban megismerni az árnyékot, ugye a zaklatót, nagyon érdekes, hogy ő is mit miért csinál. Úgyhogy ne TikTokos elvárásokkal menjetek neki, de szerintem olvassátok el. Barbie félúton, az első két fejezet után abba hagyta, még győzködöm, hogy hát ha elolvasná, ugyanis ha nem akadsz fent igazából azokon a dolgokon, ami miatt ez nagyon reklámozva van, akkor szerintem egy elképesztően nagyon-nagyon jó könyv. Várom a második részét. Tekintve, hogy ez az utolsó, ami fizikai formában itt van velem, így szeretnék erről beszélni nektek. Beltől kaptam az új könyvét, ami a Bestiák címre hallgat. Természetesen meg tudjátok rendelni online, úgyhogy teszek nektek linket, mert imádom Belt, és nagyon szeretem, hogyha magyar írókat támogatunk, úgyhogy leteszem nektek a linket. Engem ennyivel egyébként meg lehet venni, I'm just a girl. Gyönyörű, szép maga a könyv, és ezen kívül jó is. Egy bérgyilkos nőről szól, Oroszországban vagyunk egyébként. Nagyon szeretem, hogy Belnek a könyvei ritkán játszódnak Magyarországon. Én úgy érzem, hogy nagyon jól át tudja adni a különböző országoknak az életérzését, jelenleg Oroszország. A bérgyilkos nőnkről annyit kell tudni, hogy ő a cápa. Konkrétan mindenki felett, tehát teljesen saját törvényei szerint dolgozik, és utasítást nem fogad el senkitől, és csak a saját ítéletében bízik. És tekintve, hogy ez egyébként a könyvnek a hátulján is fent van, agresszív, erőszakos férjektől és apáktól szabadítja meg a bántalmazott, elnyomott nőket és gyerekeket. És a probléma akkor kezdődik, amikor felkérik egy munkára, viszont teljesen más a felkérés, mint ami a szakterülete. Ezért elkezdi beleásni magát a férfinek a kilétébe, viszont egy kicsit jobban beleássa magát, mint kellene. És lehet, hogy elkezdik romantikus szálak fűzni ahhoz az emberhez, akit később meg kellene, hogy öljön. Szeretem Belnek a fordulatait, szeretem, hogy nem kiszámítható. Ebben a könyvben is volt jó pár olyan rész, amire egyáltalán nem számítottam. Ez is egy kicsit olyan, mint a Kia Switch, romantikus, de nem az a nyálas, csöpögős, tipikus romantikus, hanem egy kicsit más. Úgyhogy, ha egy jó magyar könyvet szeretnétek olvasni, akkor ezt határozottan nagyon tudom ajánlani. És az utolsó könyv. Szerintem Barbie-val nagyjából lefettük a From Ash and Blood első részét, talán, úgyhogy még azzal is jövünk nektek. Viszont aki nincsen tisztában vele, annak ide teszek egy screenshotot, hogy a From Ash and Blood seriesnek van egy társ sorozata, aminek az első része olvasási sorrendben, ugyanis van nagyon-nagyon sok kedves ember TikTokon, aki elmondja nekünk, hogy milyen sorrendben kell olvasni ezeket a könyveket ahhoz, hogy a legjobb élményt kaphassátok. Szóval a társ sorozatnak az első része az a vagy csak simán Shadow in the Amber, és amikor én megláttam, hogy pont ahol az eredeti sorozatban tartunk, és igazából azt
befejeztük jelenleg, mert magyarul nincsen több része. Most kellene elkezdeni a másik sorozat első részét, utána jártam, természetesen még nem volt megjelenve magyarul, úgyhogy elővettem a kis Kindle-t és letöltöttem. Én elkezdtem angolul olvasni. Barbarát győzködtem, hogy ő is kezdje el angolul olvasni, mondta, hogy ő biztos nem olvassa el angolul, majd mondjam el, hogy milyen volt. Elkezdtem olvasni, és az első, nem is tudom, egy fejezetnél ötször hagytam abba, mert nem éreztem a kapcsolódást a másik sorozattal. És Barbie akkor mondta, hogy engedjem el a másik sorozatot, és olvassam szólókönyvként. Lehet, hogy kapcsolódni fog, lehet nem, ne foglalkozzak vele. És amikor elkezdtem tényleg úgy olvasni, hogy maga a könyv miatt olvastam, nem a sorozat miatt, elkezdett nagyon megtetszeni. Körülbelül a felénél járhattam, amikor sikítva könyörögtem Barbie-nak, hogy kezdje el, mert esküszöm, hogy jobb, mint az eredeti sorozat. Az eredeti sorozatra azt mondtuk Barbie-val, hogy szerintünk lehet, hogy jobb, mint az Akotár, és ez a könyv még jobb, mint az eredeti sorozat. A problémám az, hogy nem nagyon tudok róla spoiler nélkül beszélni. Egy nagyon picit fogok, viszont nehéz. Elmondok mindent, amit tudok spoiler nélkül, és Barbie már mondta, hogy muszáj lesz róla nagy kibeszélős videót csinálni, úgyhogy minden spoilert és véleményt majd ott oda tartogatunk. Tehát, olvasási élményen rengeteget rontana, hogyha elmondanám, hogy kiről van szó benne. Annyit elmondhatok, mivel ez semmit nem segít, Serafina a főszereplő nőnk, lányunk inkább. A helyzete nagyon hasonló Poppyéhoz, őt is nagyon elzártan nevelték, és egy kifejezett feladatra. Amikor ezt a feladatot nem tudja teljesíteni, igazából nem saját maga miatt, tehát külső behatás miatt nem tudja teljesíteni ezt a feladatot, egészen, hát nem is tudom, szinte kitagadja a családja, akikkel egyébként sem volt jó a kapcsolata, ezután pedig egyáltalán nem lesz az, viszont innentől kifejezetten szabadon éli az életét, és így történhet meg az, hogy egy csodálatos este, amikor kóborol a városban, amit természetesen nem lenne szabad neki csinálnia, összetalálkozik a férfi főszereplőnkkel. A férfi főszereplőnkről kiderül, hogy egy isten féleség, mondjuk így, és nem igazán érti Sarah, hogy miért tölt vele egyáltalán bármi időt, ugyanis természetesen, ahogy haladunk előre a könyvbe, egyre több időt töltenek együtt, és körülbelül a könyv felénél kiderül, hogy ki a főszereplőnk, egy sajnálatos véletlen folytán Sarah nem maradhat az emberek világába, úgyhogy hazafárad az istenséggel, és innen kezdődik csak az igazi, igazi bonyodalom, ugyanis Sarahnak lett volna egy küldetése, amire ugye nevelve lett, és ő nem mondott le róla, hogy ezt a küldetést végrehajtsa, bár a körülmények jelentősen változtak. Gyerekek, nem tudok róla többet beszélni. Egyszerűen nem megy spoiler nélkül. Zseniális. Ha beleolvastatok a From Ash and Blood-ba, fejezzétek be az első talán három részt kell elolvasni, és ez a negyedik könyv, amit olvasni kell. Zseniális. Elképesztően jó, nem mondtam, magyarul megjelent egyébként, természetesen, mire befejeztem, eltelt körülbelül 2 hét, győzködtem Barbit, hogy olvasd, olvasd, könyörgöm, légy szíves, és megjelent magyarul, megrendelte, elolvasta, imádta. Nyilván ezt már az elején mondtam, hogy egyetértünk abban, hogy talán mostanában ez a legerősebb könyv, amit olvastunk. Én állítom, hogy angolul vannak benne olyan plusz dolgok, amiket megnézem a magyar könyvet, nem adja vissza. Amikor Barbie küldte a fotókat, hogy éppen hol tart, akkor én elküldtem neki, hogy az angolul hogy néz ki, vagy leírtam neki, hogy de az ugye megvan, hogy ez azért így, mert így van az eredetibe, vagy a Ash and Blood-ba, de hogy ez angolul jön ki. Úgyhogy, ha rám hallgattok, angolul olvassátok, szerintem jobb egy picit, viszont az sokat mond, hogy Barbie, aki nagyon-nagyon-nagyon utál angolul olvasni, azt mondta, hogy lehet, hogy nem várja meg, hogy megjelenjen magyarul, hanem ő is megveszi Kindle-re az angol verziókat. Úgyhogy igen, nem sokára leülünk és beszélünk erről egy keveset. Nagyon sok könyvem van, aminek neki kellene üljek, viszont nem jutottam még oda, hogy tudjak rendesen olvasni, és mint tudjátok, nem tudok kis részekben, hogyha elkezdek valamit, akkor muszáj befejezzem. Úgyhogy egy
picit, még talán egy hétig nem lesz időm olvasni, de utána esküszöm, hogy neki kezdek, ugyanis ott vár nagyon-nagyon sok királykönyv. Ez volt a mostani beszámolom, kíváncsi vagyok, hogy ki mit olvasott, melyikek tetszenek, melyikeket szeretnétek olvasni ezekből, amiket megmutattam. Vagy esetleg, hogyha van extrém, különlegesen nagyon jó könyvetek, ötletetek, akkor azokat várom a komment részekben. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok velem, és a következő videóban találkozunk. Sziasztok!